A szakszerűen megtisztított és becsomagolt domborművek elemei több mint 50 raklapra pakolva érkeztek a Szavária Múzeum Pásztor utcai raktárába. Ez egy nagyon szép, magas tűzön kiégetett agyagmunka, ami azt jelenti, hogy olyan keménységű és olyan szilárdságú, hogy akár közterületre is mehet, de akár belterületre, tehát nem árt neki az időjárás. Tehát azért lehet ebbe a raktárba is, mert teljesen mindegy, hogy itt mínusz 10 fok lesz, vagy plusz 40 fok lesz, akkor is bírni fogják ezek a kerámiák. Az 1982-ben megnyitott Hegyeshalmi határátkelő utasterét 4 relief díszítette, ebből 2 Schrammel Imre alkotása. Ezek kerültek most Szombathelyre, miután az épületet elbontották. A művész hosszúkás kerámia motivumokkal ábrázolta a szabadság felé való mozdulást, akár egy állatcsorda vonulását. Azt mutatta meg, hogy ebből az zárt világból a határ, mint egy ilyen szűkület után lehet szétmenni a nyitott világba, nyugat felé. Na most még a tájolás is nagyon segített ennek a munkának, mert arról szólt, amikor bement az ember, pontosan arról a feléről jött, tehát a nyugati részéről jött a fény, és megvilágította pont azt a részét, ahol így szétmennek és szétspriccelnek ezek az elemek. A domborművekhez speciális számozott térkép készült. Ez alapján rakják később össze. Hogy hová kerül, még eldöntik. A tervezést komoly statikai tervezésnek kell megelőznie, hiszen az alkotás súlya 2,5 tonna. Addig is a múzeum raktárában marad. A világhírű keramikus művész életműve jelentős részét 2021-ben Szombathelynek adományozta, mely az egykori Éva Malomból kialakított modern kiállítótérben lett otthonra. A most hazaérkezett domborművekkel újabb jelentős alkotásai térnek vissza a művész szülővárosába.